Ebben a videóban 3+1 dolgot át fogunk beszélni, amikor zenéről vagy hangeffektekről van szó. Honnan szerezzek zenét? Mit csináljak akkor, hogyha egy ügyfélnek csinálok videót és kell egy hivatalos zene? Hogyan válasszam ki a megfelelő számot és hangeffekteket? És a +1, hogy hogyan tudod megvágni a számokat úgy, hogy az egész összeálljon? Hát ezt mindenféleképpen meg kell csinálnod, és mindent is el fogok neked mondani, de először jöjjön az intro. Először is egy óriási köszönettel kell kezdenem ezt a videót, mert az Epidemic Sound szponzorálja, és hadd osszam meg azt a személyes élményemet, hogy mindig egy kicsikét irigykedtem, de egyszerre inspirált is voltam, amikor láttam, hogy az óriási nagy nemzetközi youtuberekkel együttműködik, vagy támogatja az Epidemic Sound. Szóval ez tényleg egy nagy pillanat számomra, hogy bizalmat szamaztak, és ezt a nagyon király platformot most bemutathatom nektek. Lehet, hogy egy kis apróságnak tűnik, de valamiért ez számomra tényleg egy elég nagy dolog. Szóval hadd osszam meg azt, hogy miért vagyok ennyire lelkes, hogy megosszak néhány tippet, trükköt, amikor a zenéről vagy hangeffektekről van szó. Azt fontos még elmondanom, hogy semmilyen kötelezettségem nincsen, nem csak az Epidemic Soundot használom, bármilyen platformot használtok, bárhonnan szerezhetek zenét, tehát amit most ebben a videóban megosztok, az a saját tapasztalatom és véleményem. Az a helyzet, hogy a legtöbb esetben, amikor online kerestem zenét, akkor mindig úgy éreztem, hogy úgy el vagyok veszve, és nem tudtam semmi használhatót találni. Nem azt mondom, hogy nincsenek jó zenék az interneten, csak az a baj, hogy rengeteg rossz zene van, legfőképpen az ingyenes megoldásoknál, és éppen ezért nagyon nehéz jó minőségű egyedi zenéket, dalokat találni. Amióta fizetős szolgáltatásokat használok, így leesett egy kő a szívemről, mert szinte mindig megtalálom azt, amit keresek. De, és ez egy nagyon fontos de, ugyanis a legtöbb esetben mindig visszatértem az Epidemic Soundhoz, akár akkor is, hogyha találtam egy számot, mert úgy éreztem, hogy ott még jobbak vannak, és tényleg őszintén hiszem, hogyha a legegyedibb, legjobb minőségű zenét szeretnéd a videódba használni, akkor az Epidemic Sound az első helyen ott van. Nem csak a szolgáltatások, de tényleg a zene minősége is. Nyilván vannak más szolgáltatások is, amik mondjuk egy sokkal szélesebb, kiterjedtebb szolgáltatást adnak, az Artlist vagy a Storyblocks, ahol mondjuk videót is találsz, képeket le tudsz tölteni, vagy templiteket PowerPointhoz, Photoshophoz. A kérdés igazából az, hogy mi a te preferenciád, szeretnéd, hogy mindent egy helyen megkapj, vagy mindegyik részhez megtalálod azt, ami a legjobb megoldás arra. Nyilván ez esetben sokkal többet fogsz költeni ilyen előfizetésekre. Én azt mondom, hogy nézd meg saját magad, illetve hallgasd, menj fel az epidemicsound.com-ra, kezd el hallgatni a staff pickeket vagy a library-ket, és szerintem egyből át fog jönni az, hogy miért vagyok ennyire lelkes, és neked is slágerből királyzenéket fogsz hallani. Most szeretnék egy másik dologról beszélni, hogy nagyon sokszor van az, hogy túlhasználnak egy zenét. Sok ember ugyanoda megy, ugyanazt használják, és épp ezért nagyon fontos, hogy olyan szolgáltatást válasszunk, ami folyamatosan frissíti a elérhető számokat, és nem csak a jelenlegi művészekkel dolgozik együtt, hanem keres újakat és újakat. Említettem, hogy meg fogok osztani 3 tippet. Kezdjük azzal, hogy hogyan tudod megtalálni a megfelelő zenét. A legfontosabb, hogy legyen nyitott hozzáállásod, hiszen pont egy kreátorként sokszor eshetünk abba a csapdába, hogy már egy ilyen előelképzelésünk van, hogy mit szeretnénk ahhoz a kliphez választani, de hogyha nyitottan állunk hozzá, és elveszünk egy kicsit a szenében, akkor sokkal több opció és sokkal több inspiráció is szembe jöhet velünk. A második dolog, hogy hallgass zenét bármikor, amikor teheted, hogyha dolgozol, más dolgod van, és az Epidemicnek ez egy külön jó szolgáltatás, hogy be tudod indítani a zenét, és mint Spotify-on hallgathatod folyamatosan, és ha találsz valami jót, azt elmentheted egy playlistbe, és amikor elkezdesz mondjuk egy projekten dolgozni, akkor már vannak ott konkrét számok, amikből el tudsz indulni, hasonlóakat tudsz keresni, úgyhogy ez a háttérhallgatási lehetőség egy nagyon király funkció, és javaslom is, hogy te is használd ezt.
kipróbálhatod azt, hogy mik a staff pickek, tehát hogy az epidemikek, tehát hogy az Epidemic Sound mit hallgat, úgyhogy mutatok is ebből párat. Na jó, már az első szám is nagyon király volt, nekem bejött, és látom is, hogy mondjuk ezt valamilyen projektben használjam. Hadd mutassak meg még kettő funkciót az Epidemic Soundról, amit már említettem, az egyik az az, hogy tudsz egy számhoz képest hasonlót találni, így még több választásod van, és ugye nem esel bele a csapdába, amit említettem. A második dolog, hogy amikor letöltesz egy számot, nem csak a teljes számot töltheted le, hanem a külön hangszeres részeket és a külön hangsávokat is le tudod tölteni, így amikor majd a videó hosszára vágod, akkor még jobban testre tudod szabni. De erről majd még beszélünk. De most hallgassunk még néhány másik számot. Na, hallgassunk még néhány számot, hogy még jobban érezd, hogy milyen minőség van itt. Mondjuk azt, hogy nem találtad meg azt, amit kerestél, akkor mehetsz a legfrissebb vagy legutóbb hozzáadott zenékhez, és ott is nézelődhetsz. De ne felejtsd el azt, hogy ugye itt is rámehetsz az adott előadóra, vagy pedig az, hogy milyen hasonló zenék vannak. Az Epidemic Soundnak tényleg nagyon jó az algoritmusa, hogy különböző dolgokat ajánljon. Még szerettem volna megmutatni az én kedvenc kettő előadómat, az egyik Oly, aki ilyen future bass-es, nagyon ritmikus dolog, és ott van Dylan Sitz, aki egy ilyen chilled, lo-fi-os stílust képvisel. Amúgy a lo-fi-jal én is szórakoztam Logicban, meg ilyesmi. A leírásban beraktam a SoundCloud-os linkemet, ha gondolod, hallgass bele, írd meg a véleményedet, és nyugodtan használd a zenéimet a te videódban is, bár nyilván nem egy Epidemic Sound-os minőség, de attól még ott van. Na de menjünk a harmadik tippre, amit már említettem néhányszor, hogy tényleg találjál hasonló számokat. Ez bármivel csinálhatod, de nem csak számokkal, hanem azt is megcsinálhatod, hogy a zenésznek az oldalára mész, ott találsz egy számot, és utána keresel belőle. De ha ez sem elég, akkor el tudsz menni a browse, a böngésző funkcióba, ahol különböző stílusokat, műfajokat, hangulatokat, tempókat be tudsz állítani, és ezeket kombinálhatod is. Hadd mutassam meg, hogy ez hogy működik. We'll be right back.
Haladjunk tovább a következő kérdésre, hogy mi van akkor, hogyha egy ügyfélnek csinálsz, és tényleg hivatásos dologra kell neked egy zene? Igazából, hogyha csak magad vagy, ilyen YouTube videókat, vagy instázol, akkor lehet egy ilyen personál tervet választani, amiben 10 eurót fizetsz egy hónapban, és kész is vagy. De hogyha ügyfeleknek is készítesz, és nekik kell különböző licenszelt zene, akkor ez 25 eurós havidíjért nagyon durván megéri. Ugyanis ahogy régen működött, az az, hogy amikor együttműködtél egy ügyféllel, akkor ő kiválasztott egy zenét, és minden egyes projektnél kellett fizetni azért a zenéért. Úgyhogy a következő alkalommal próbáld meg, hogy amikor egy ajánlatot adsz az ügyfélnek, tedd bele az Epidemic Soundos előfizetést is, és ott tényleg több tízezer nagyon magas minőségű zene közül lehet választani, és nagy valószínűséggel azt mondom, hogy hát ez tök jó, hiszen mindegyik videóban használhatunk annyit, amennyit szeretnénk. Pitcheld nekik, és biztos vagyok benne, hogy a befektetés egy pillanat alatt kifizeti magát. Hogyha érdekel mindez, akkor a like-gomb alatt a leírásban ott van egy link, megnézhetsz mindent, hallgass bele, és hogyha most találkoztunk először, akkor iratkozz fel, hogyha még ezt ugye nem tetted meg, mert egy külön videóba fogok arról beszélni, ami a plusz egy kérdés, hogyha már megvan az adott zene, akkor hogyan tudod azt úgy megvágni, hogy a te mondjuk egy félperces klippet csinálsz, egy filmet, akkor arra a megfelelő részeket ki tud választani, és nem mondjuk egy monoton dolog legyen, de erről majd a másik videóba. Ahogy láttad ebben a videóban is, vagy tutoriált készítek, vagy bemutatok egy király eszköz, szolgáltatást, de egy másik formátumban, amikor konkrét munkán dolgozom, akkor produkciókra is elviszlek magammal, és ott egy ilyen vlogos, behind the scenes-es stílusban megmutatom, hogy hogy építem fel a szettet, hogy forgatok, editálás, benne van ugyanúgy a zene, vagy színkorrekció, úgyhogy ha ezek a dolgok érdekelnek, akkor feliratkozás gomb, és még a csengőt is nyomd le, hogy ne maradj le. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkold kérlek, és remélem, hogy a következőben találkozunk. Köszi, hogy itt voltál. Szia, sziasztok!